Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim! A mai napon első szombat van, a boldogságos szűzanya szeplőtelen szívének napja. Kalendáriumunkban pedig január 2-án Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök, egyház tanítók emléknapja van. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban az Apostol Televízió szolgálatával, széles körű ima közösségben fordulhatunk a Jóistenhez, kérve az ő kegyelmét mind a mai napra, mind az egész új esztendőre. Élő Margit és György szülőkért ajánljuk föl a mai szentmisénket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te nagy szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely példájával és tanításával világosságot árasztottál egyházodra. Ott kérünk, hogy igazságodat alázatos szívvel megismerjük, és a szeretetben hűségesen tettekre váltsuk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, mindaz, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás, az hazug. Az Antikrisztus az, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Mindenki, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem, és aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is. Amit kezdettől fogva hallatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek a tanítás, amelyet kezdettől fogva hallottatok, akkor ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. Az ígéret pedig, amelyet Jézus ehhez fűzött, az örök élet. Ezt azok miatt írtam, akik félrevezetnek titeket. Maradjon meg bennetek a tőle kapott kenet, vagyis a Szentlélek, akkor nincs szükségetek más tanítóra, hiszen az ő kenete megtanít benneteket mindenre, és ez az igaz, s nem hazugság. Maradjatok tehát ő benne, amint tanította.
Gyermekeim, maradjatok meg most ő benne, és amikor majd megjelenik, bizalommal lehessünk iránta, és ne szégyenüljünk meg az ő eljövetelekor. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Sok ízben szólt az ősatyákhoz egykor az Isten. Végül a beteljesedés napjaiban fia által szólt hozzánk. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Keresztelő János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? János ezt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Itt Gazdagréten és otthonaitokban a farizeusok, mint a választott nép vallási elitje, a törvény megtartásának őrzői, a jó példaadás buzgó követői számon kérik hivatalosan keresztelő János működését. Miért keresztel? Milyen alapon hirdet bűnbánatot? Milyen alapon meríti meg az embereket a Jordán vizében? Hogyha nem ő a Messiás, sem a messiási kort jelző, visszatérő Illés proféta, akit tüzes szekér ragadott el a profétai szolgálatból, és várták a visszajövetelét, nem te vagy a próféta, mondták Jánosnak. Talán arra a prófétára utalva, akiről Mózes esetében olvashatunk a kivonulás történetében, hogy majd egy másik prófétát is támaszt a nép köréből az Úr. Milyen alapon teszed azt, amit teszel? Keresztelő János az Úr akaratából és Jézushoz való kötődése alapján cselekszik és teljesíti azt, amit Isten akar.
Természetesen nem ítélhetjük el a farizeusi magatartásnak azt a szándékát, amely a keresztény nép életében is fennáll, ami krisztusi egyházunkban is szerepel, hogy nem a magunk nevében cselekszünk, bármennyire is buzgó vallásos életet akarunk élni, nem tehetünk meg bármit az egyház, a közösség nevében, mert mindig úgy kell cselekednünk, ahogyan Krisztus küld bennünket, és vannak olyan feladatok, olyan szolgálatok, amelyeket az Úr Jézus fenntartott az ő apostolainak, az apostolok utódainak, a megbízatás, a felszenteltség által, ilyen a lelkipásztori élet és szolgálat, amely sajátos hivatás és szentség a katolikus egyházban, épp így az ortodox közösségben. De ugyanakkor nyilvánvaló, hogy mindannyian a keresztség által már megkapjuk azt a hivatást is, hogy Jézusról beszéljünk, az ő nevében cselekedjünk, őt mintázzuk, legyünk igazán krisztusi emberek. Ez az egyetemes papságnak a szolgálata. Keresztelő Szent János példája éppen ezt mutatja, hogy aki Jézushoz tartozik, ebből a személyes és szeretett közösségből adódóan, és mi keresztények, mint a keresztségben kapott küldetés alapján is, cselekednünk kell, tanúskodnunk kell. Ma olyan szenteket ünneplünk a IV. Századból, mind a ketten 330-ban születtek, Vazul is és Nazianzi Gergely, akik barátságban és példaadó élettel mutattak rá Krisztusra. Ez volt az ő természetes emberi tanúságtételük és krisztusi tanúságtételük Krisztusról. A buzgó Krisztus keresés, a tanulás, a tanulmányok, amelyek összekötötték őket és baráttá tették őket, az a lelkesedés, hogy ők a bölcselkedés megismerésével egyre közelebb akarnak kerülni Krisztushoz, és minél többet akarnak tudni róla, így mint diáktársak, ma úgy mondanánk, hogy kollégiumi társak, hiszen közösen tanultak, készültek hivatásukra. Ez a természetes emberi, vagyis keresztényi tanúságtételre késztette őket, és így valóban jó példával álltak társaik elé. Majd pedig jött a felszentelt hivatás, az egyházi rend teljességében, a püspöki rendben, és a tanítás továbbadása, mint egyház tanítók, ez a felszentelt hivatásukban is további feladatokat bízott rájuk. És valóban tovább adták a krisztusi értékeket és a krisztusi tanítást, amelyet nekik, mint a tanítás őrzőinek sajátos hivatásul jutott, és ebben a hivatásban is az életszentség magaslatán álltak. Legyen példa akár a keresztelő, akár a mai nap két szentje, hogy mi is teljesítsük a Krisztusra való rámutatás feladatát, mindannyian a magunk krisztusi élethivatásában, ahogyan a krisztusi titokzatos testben helyet, szerepet kapunk, mint tagjai Krisztus egyházának. Legyen meg bennünk a lelkesedés,
kiváltképpen most az új év kezdetén határozzuk ezt el, hogy továbbra is kitartóan Krisztus ügyét képviseljük szavainkkal és keresztény életpéldánkkal. Amen. Most pedig kérjük, testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, adjon egyházának olyan lelkipásztorokat, akik szentjeink példájával vezetik a rájuk bízottakat. Add, Urunk, hogy a szentek ragyogó és mindig időszerű példáját lelkesen kövessük, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy korunk különböző eszme áramlatában is álhatatosak maradjunk a hitben, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy hitünkből fakadóan tevékenyen legyen felebaráti szeretetünk, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy minden alkalmat kihasználjunk, ha lehetőség adódik a jóra, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy Szent Vazul és Gergely példája elvezesse minket az élet szentségére, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, Te irgalmasan megadod azoknak, akik hittel ragaszkodnak hozzád, az igazság fényét és az életszentséghez szükséges kegyelmet. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely példájára és közbenjárására, vezessel bennünket a szeretet tökéletességére és az igazság ismeretére, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 41-es ének második és harmadik versszakát énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, add, hogy szent lelked ebben az áldozatban árasszon el minket annak a hitnek a fényességével, amelyel Nagy Szent Vazult és Nazianzi Szent Gergelyt a Te dicsőséged terjesztésére folytonosan megvilágosította Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert világra jöttének most ünnepelt szent titka révén, láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világrendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökökkel, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk, te vagy a béke fejedelme, születésedkor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérünk, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás közben a 23-as számú éneket énekeljük a Hozsannából. Az Isten szeretet, töltsed el magad.
szent vonásait, hiszen mégis rendületlen, hogy már te vagy itt, és mosolygon fölfogott, könnyemet, amit hozott, ajándékul jászoloznak trónusához itt. Isten gyermek, nézd szívemnek forró vágyait, boldogságot adni másnak nincs hatalma itt, csak te néked, Istenem, ó, ha arcod megjelen, áldott ostya szent színén. Kedves testvéreim, most a lelki áldozás következik. Mindazok a testvéreink, akik otthonaikban most velünk vannak imádságban, és vágyódnak arra, hogy az Úr Jézussal találkozzanak, ezzel a közös imával hívjuk az Urat az ő szívükbe, hogy megerősítse kegyelmével mindazokat, akik most nem tudják az eukarisztiát valóságosan magukhoz venni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzem meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk.
Mennyei lakomádból erőt merítve, könyörögve kérünk, Istenünk, segíts, hogy nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely tanítása szerint ajándékaidért szüntelenül hálásak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, most áldást kérek rátok jelenlévő testvéreimre itt Gazdagréten és otthonaitokban, az énekünkkel is, majd a 39-es számú ének első második verszakával. Hasonlóképpen az újévi áldást kérjük az Úrtól, és elhatározzuk, hogy az új esztendőben új szívekkel dicsérjük az Úr Jézust a tetteinkkel, tanúságtételünkkel. Most erre kérem az áldást. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj érte.